Hajtó Péter önkormányzati képviselő érkezett a 7 éves Barnushoz és édesanyjához szerda délután. Az Audi Etokc kézilabdás lányai által aláírt meszt hozta el a halmozottan sérült kisfiúnak. A Győr Plusz Média és csapata közösen bocsátott a licitre ezt a meszt, melyen a képviselő lett a befutó, így 150 ezer forinttal járult hozzá a gyermek kezeléséhez. Hallottam a Győr Plusz Rádióban ugye a hírt, hogy az online oldalon, a Facebook oldalon lehetett licitálni. Én megnéztem Barnusnak a történetét, aki azt gondolom, hogy egy mindennapi hős, hogy kitart és önmagát is próbálja fejleszteni, és a szülei is mellette állnak, úgyhogy én amúgy is szeretünk jótékonykodni. A feleségem eddig 12 kisgyermeknek segített már az életben maradáshoz is, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én szánok erre egy összeget, és ha valaki túllicitálja, ez egy jó hír, hanem akkor pedig jó helyre került ez a pénz, úgyhogy most Barnus volt az, akiről éppen hallottunk, úgyhogy ez emiatt nem volt különleges oka, mi ezt rendszeresen csináljuk. Hajtó Péter tehát így lett Győr Plusz angyal, a Barnusnál tett látogatás azonban annyira megérintette, hogy újabb felajánlást tett. Szívesen segítek önöknek abban, hogy Barnus talpra álljon, és kimondja azt, hogy anya. Barnus koraszülöttként jött a világra, születése után azonnal újraélesztették, kétnaposan jobboldali agyvérzést kapott, amikor 2 hónapos lett, mindkét szemét meg kellett műteni. 5 hónapos korában lézeres gégeszűkület tágítása volt. Jelenleg ülni és mászni tud, beszélni és járni nem. A cél az lenne, hogy a fejlesztésekkel talpra álljon és beszélni tudjon. Én azt gondolom, hogy azoknak, akiknek tudunk segíteni, azoknak lehetőség szerint igyekszünk és megtesszük. Édesanyja elmondta, hogy milyen lehetőségei vannak Barnusnak, ami elég ígéretes, és pusztán az anyagi határok szabnak annak határt, hogy milyen, hova tud fejlődni Barnus. Ő lábra tud állni, ő meg fog tudni szólalni, ő ki fogja tudni mondani, hogy anya, de ezeknek a költségei elég magasak, így 1 millió forinttal szeretnénk támogatni a családot. Ezt majd nyilván az édesanyjával le fogjuk egyeztetni. Sokat fogunk találkozni Barnussal, de remélem, hogy a 23 elhozza azt az időszakot, hogy az édesanyja meghallja azt, amit hallania kell, és el tudja neki mondani, hogy mennyire szereti az anyukáját. Barnust édesanyja egyedül neveli, 0-24-ben mellette van, hatalmas segítség számukra minden forint, azonban a képviselő felajánlásával új utak nyílnak a fejlődésre. Nagyon-nagyon örülök a licit összegének, és nagyon jó helyre fog kerülni. A külön felajánlás az pedig rettenetesen megdöbbentett, és először szó sem jutottam, most is meg vagyok hatódva, mert ez nekem, ez akkora csodát fog tenni velünk, hogy bízom abban, hogy ez a segítség, ez tényleg elhozza azt az álmot, hogy tudok vele majd kézzel fogom sétálni, és mondja nekem azt, hogy anya. Milyen lesz így a karácsony? Már eddig is nagyon mosolygós és csillogós lesz a karácsony. Köszönöm szépen mindenkinek. Barnusék karácsonyát is bearanyozta tehát egy Győr Plusz angyal, ahogy sok más gyermekét is. Köszönjük, angyalok, hogy vagytok. Ez a karácsony sokaknak más lett, mint a többi.